Nem volt még olyan MP-választás, ami ne hozott volna valami nagyon-nagyon jelentős meglepetést. És én, és én most minden porcikámon érzek egyet, miközben szerintem is a papírforma nem az, ami a kutatásokban van. De szerintem tényleg sokkal fontosabb, hogy mi egy választási eredmény percepciója, mint az, hogy egyébként a számok mit mondanak. Milyen tekintetben? Tehát, ha az ember kampánystratéga, és mondjuk mobilizálnia kellene a következő választáson, az lesz szíves a táblázatokkal foglalkozni. De a politikai hangulat szempontjából a 19 ősz az tényleg akkor sokkal ígéretesebbnek tűnt, mint amit aztán kihoztak belőle, de az azt követő néhány évnek az adta meg az alapját, hogy egyáltalán talán elhitték a pártok, hogy együttműködéssel a Fidesz talán leváltható. És ez itt az átlátszó utolsó podcastja a választás előtt, már mint a 2024. június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választás előtt. Ez azért kell hangsúlyozni, mert számtalan adásban foglalkoztunk ezzel az önkormányzatokkal, elsősorban az átláthatósággal, az európai parlament tel, podcastekben, kevésbé, de cikkben azért többen is, és akkor ebben a körben így megpróbáljuk összegezni, hogy miről is szól a most vasárnap. Egyik vendégünk László Róbert, a Political Capital választási szakértője, a másik pedig Szabó Krisztián kollégánk, ő felel mindenféle bűvös adatvizualizációs tevékenységért az átlátszóban. Rumi veled fogom kezdeni vegyük ezzel össze is roppant gyorsan végig, hogy ki miről szavaz, a ki az ugye azért érdekes, mert hogy melyik településen élő. Ahány település annyiféle eh, szavazólap kis túlzással, legalábbis település méret szerint biztosan. Van, ahol három le szavazólap lesz, van, ahol öt, a legtöbb helyen pedig négy. De hogy az a négy milyen, az is változik tízezer alatt, meg tízezer fölött. Honnan kezdjük? Legegyszerűbb polgármesterek felől? <kül> bárhonnan, ahol neked szimpatikus és kézre áll. Azért értemes azzal kezdeni, mert az legalább mindenhol ugyanúgy van. Tehát mindenki fog kapni egy szavazalapot ahol a polgármester jelöltekre szavazhat, aki a legtöbb szavazatot kapja, az nyer, nincs töredék szavazat, semmi nincs, vesztesre leadott szavazatok elvesznek, és még csak 50% sem kell. Tehát aki a legtöbb szavazatot kapja, az nyer. Ez a legegyszerűbb része a történetnek és ez az, amit szerintem mindenki ért és ismer. Amikor viszont a közgyűlésekről van szó, akik a polgármester mögött összeállnak, na ott már az a tapasztalatom, hogy mindig óriási a zavar, hogy ki, hol, hogyan, miképp szavazhat. Én a tízezer alattival kezdeném azért, mert Budapestre ezt ismerjük a legkevésbé, és cáfolja azt a tévhitet, hogy a választópolgárok, nem tudom, csökkent értelmű medvebocsok lennének, akik nem képesek kiigazodni a szavazólapokon. Valójában ott már évtizedek óta, bőven 2010 előtt is így volt, az az egyetlen szavazólap, ahol nem csak egy x-et lehet tenni, hanem akár 5-6-8-at, bármennyit, Ahány tagú a közgyűlés. Tehát ott ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy olyan településen élő választópolgár megy be a szavazófülkébe, ahol mondjuk 8 tagú a közgyűlés, és van 15 jelölt a szavazólapon, akkor ő nem 1 és nem 2x-et húzhat be, hanem legfeljebb 8-at. De akkor sincs semmi, ha csak 3-at jelöl be, vagy 6-ot. Tehát óriási a mozgástere. És ez a fajta választás, ez lényegében velünk van most már 30 éve. Mégis Budapesten a legtöbben ezt nem tudják, hogy léteznek egyáltalán olyan szavazólapok, ahol nem csak egyik x lehet tenni. És ez, jól, ez egy kifejezetten jól működő rendszer. Rajta múlnál sokkal több választáson alkalmaznánk ezt a, ezt a technikát. A 10.000 fölötti településeken, és ebben benne van mind a 23 budapesti kerület is, ott viszont egészen más a szisztéma, ott felosztják egyéni kerületekre ezeket a városokat, vagy településeket, és mindenki a saját kis egyéni kerületi jelöltjére szavaz. Ezeket az egyéni kerületeket nem szabad össze, összekeverni az országgyűlési választásról ismert egyéni kerületekkel, ahol átlag 75 ezer ember tartozik egy ilyen kerületbe az országgyűlésén, de itt az önkormányzatin ezek sokkal kisebb egységek. Egy városi környezetben az is lehet, hogy csak néhány háztömb tartozik bele, egy kisebb városnál nyilván ez, ez nagyobb területet ölel föl, de sokkal-sokkal kisebbet még mindig, mint egy országgyűlésén. Tehát itt ugyanolyan logika mentén, mint a polgármestereknél, az nyeri az egyéni kerületi mandátumot, aki a legtöbb szavazatot szerezte, és akkor itt jön a bonyolult része a történetnek, hogy itt viszont a vesztesekre adott szavazatok azok nem vesznek el, azokat összeadják és egy úgynevezett kompenzációs listán hasznosul. Most a matematikai részében nem mennék bele, van egy választási kisokosunk, elérhető részletesen le van írva. A lényege az az, hogy, hogy egy kicsit ezt próbálják kompenzálni, hogy a vesztes jelöltekre leadott szavazatok azért nem menjenek teljesen a kukába, és a képviselő testületekbe így tudják ellensúlyozni azt a dominanciát, ami sok helyen kialakul, ahol mindig ugyanaz a párt nyeri szinte az összes egyéni kerületet. Így legalább a kompenzációs mechanizmusnak köszönhetően bekerülnek más politikai erők is. Tehát itt nincsen úgynevezett győztes kompenzáció, egyik legrondább szó, ami az országgyűlésén van. Itt tényleg csak a veszteseket kompenzálják. Tehát ez, ez a része alapvetően jól működik. Ami nem működik jól, az a kerület rajzolás, de ez megint egy másik történet. Tehát ez van a tízezer fölötti településeken. Budapesten van még egy extra szavazólap, ez a főpolgármester jelölt, ugyanez a logika, mint a polgármestereknél, csak egy plusz szavazólap, és akkor ehhez jönnek még hozzá akkor a listás szavazólapok, és akkor ebben lesz most igazából újdonság, hogy most először kettő lesz. És ez az, amihez viszont tényleg senki nincsen hozzá szokva, és ennek szerintem politikai jelentősége Már is, is van. Budapesten lesz kettő, illetve a nem megyei jogú városokban. Így van. Tehát a 25 megyei jogú város ez kivétel, de mindenhol máshol két listás szavazó lesz, szavazólap lap lesz, az egyik az európai parlamenti, az mindenhol ugyanaz, illetve a 19 megyében a megyei közgyűlési listák, a fővárosban pedig a, a, fővárosi. És ennek politikaiak szerintem azért van óriási jelentősége, mert rettentő sok választó ott az utolsó pillanatban fog szembesülni azzal, hogy ja, hogy nem csak egy listás szavazatom van, kettő is van, akkor mégis megoszthatom? Hát, a ellenzéki pártra az egyiken, B ellenzéki pártra a másikon, ezt igazából megtehetik. És szerintem ez az, ami nincs benne a közgondolkodásban, ez, ez, az opció. Tehát ha most még ezekben a napokban közvélemény kutatóknak őszintén válaszol is valaki arra a kérdésre, hogy én az A ellenzéki pártra fogok szavazni vasárnap, könnyen lehet, hogy ott fog rádöbbenni, hogy ja, tényleg, hát hogyha van egy fővárosi lista is, meg egy EP lista is, akkor lehet, hogy megosztom A és B párt között a két szavazatomat. Szóval szerintem ez az, amiért a legkevésbé sem prognosztizálható, hogy milyen végeredmény lesz vasárnap, mert egyszerűen ezzel nincsenek tisztába a választó polgárok, hogy meg tudják osztani adott esetben. Krisztián, a... most azt felejtsd egy kicsit. Próbálom. A következő kérdésem, amiközben a Robi erről beszél, neked cikázik-e valamiféle ábra a fejedben? Tehát, hogy ez valahogy megmutatható-e mindaz, amit előbb elhangzott? Nekem mindig, mindig ábrák cikáznak a fejemben, András. Függetlenül bármit el. Hát, Viszont ha hajói közelebb, mert nem, fognak az hát ugye, ugye, cikkezni, ugye a itt nem. Elég nagy probléma ugye az, hogy melyik településen, melyik választókerületben hány szavazólap pot kap az adott választó, és amúgy szerintem ez tényleg egy olyan probléma, hogy azt térképen simán lehet ábrázolni, megmutatjuk, hogy igen, itt van Négy szavazólapjú esetben, ott meg mondjuk csak kettő vagy három. Tehát első körben egy térkép. Miért, miért kérdés? Térkép, csak amit a Robi elmondott, hogy neked ebben könnyebbséged van, mert én elküldöm neked az adatokat olyan módon, hogy ezt leválogatom, hogy ha meg megpróbáljuk megbecsülni azt, hogy egy önkormányzati választáson tehát nem olyan, ami most következik, ahol lesz egy egész országra kiterjedő listás szavazás, hanem ugye egy önkormányzati választáson, ahol ilyen nincsen, mégis melyik párt hány szavazatot szerzett, ezt exaktul nem fogjuk tudni megmondani, mert ugye módosítják a személyeknek a varázsai vagy elutasítottságai a választókat a döntésben. De hogy mégis legyen egy hozzávetőleges számunk, akkor eddig azt csináltuk, hogy össze tudjunk vetni a korábbiakkal, hogy a megyei listák, a megyei jogú városokban a polgármester jelöltekre leadott szavazatok, illetve a főpolgármester. És akkor ebből kijött egy olyan szám, ami mondom, befolyásolja valamelyest a, a személyek szerepe, de mégis ugye el lehet mondani, hogy mennyit kapott ez vagy az a politikai erő. Most annyiban egyszerűbb lesz, hogy a fővárosban is lesz egy lista, de azt, hogy a megyei jogú városokban eh, miképpen szavaztak volna, hogyha nem lenne. Eh, Európai parlamenti választások, azt máskülönben nem lehet megmondani. Viszont így lesz, és neked ezzel lesz feladatod, Krisztián, egy egészen kiváló adatunk, mérni tudjuk a, az eltéréseket. Tehát az, hogy egy adott településem a polgármester jelölt hogyan szerepel, és ahhoz képest mennyit kapott a pártja listán az európai parlamenti választáson, az mondjuk ki fog rajzolni egy olyan számot, hogy honnan szerzi a szavazatait, mennyit tud például a túloldalról elhódítani. Ki fogja rajzolni azt, hogy a különböző pártok azok honnan tudnak elvinni, vagy vihettek el szavazatokat, vagy legalábbis ebben reménykedem. Elemzés szempontjából ez valóban egy kincses bánya lesz. Itt van például a Tisza párt esete, ahol nekik van fővárosi listájuk, viszont nincs egyetlen megyei sem. Ezt majd érdemes lesz megnézni, hogy az EP adatokat összevetve a megyei listásokkal, hogy azok, akik Békés megyében a Tisza pártra szavaztak az lp n vajon hova szavaztak a megyei közgyűlések esetén. És ez sokkal többet fog mondani arról, hogy valójában honnan is érkeznek ezek a szavazók, mint az eddigi felmérések. Ezt 19 megye tekintetében nagyon jól meg fogjuk tudni vizsgálni. A fővárosban annyival lesz nehezebb, hogy ott van Tisza lista is, de abban biztosak lehetünk, hogy azért nem ugyanannyian fogják támogatni a fővárosi közgyűlés esetén a tiszalista. Mint, a, mint az EP-n, hogyha az ottani különbségekre is érdemes lesz figyelni, nem is valószínű, hogy összfővárosi, hanem inkább kerületi szinten, vagy még annál is lejjebb. Ez nyilván nem vasárnap este fogja el senki elvégezni, de ez egy elemzési, kincses bánya lesz. Hosszú távon pedig, meg most már tényleg úgy néz ki, hogy az önkormányzat és az EP együtt lesz. Tehát eddig ez a probléma, amit mondtál, András, hogy így lehetett a megyei jogú is valahogy nagyjából megítélni, hogy hogyan szavazhattak volna. Ez igen, ez tényleg probléma volt eddig, de ez egy áldásos pozitív externáliája annak a ténynek, hogy egy napon van a két választás, hogy mostantól kezdve ilyen probléma nem lesz, hiszen az EP szavazatok alapján azért látni fogjuk a megyei jogú városokban is, hogy milyen a pártok listás támogatottsága? Ami pedig a megjelenítést illeti, akkor hat promózzam a kis filmünket, ami pár hónappal ezelőtt elkészült, és pont az, amit én ilyen szárazon elmondtam az elején, azt próbáltuk feldobni, és egy négy és fél perces animációban ez így mind benne van. Azt remélem, hogy azért többé-kevésbé érthetően. Krisztián. Uh, a... Ezt majd belénkeljük a Igen. felvétel az európai parlamenti választási adatok települési bontásban az ugyanúgy automatikusan meg lesznek már vasárnap, mint az önkormányzati? Hát a magyar adatközlés az település szinten, igazából szavazókör szinten bontja, de én azt településre fogom majd a, leg, a végén agregálni, mert az, az, az van meg nekünk. Hát annyi, hogy nem akkor, amikor az önkormányzati, hanem egy pár órával később. 11 órakor, de meg aznap még meg lesz. 11 ugye nincsen adatközlés, mert hogy Olaszországban addig, akkor van urnazárás, és addig hivatalos adatot senki nem közölhet. Egyik országban sem. Ami viszont Egyben azt is jelenti, hogy 11 óráig nagyjából mindenki tudni fog mindent, úgyhogy hivatalos adatokat nem lehet közölni. Igen, ez benne van, ez így szokott lenni, hiszen a szavazókörökből küldik a párközpontokba az adatokat, és ezek nyilván ki fognak szivárogni. Hát az a kérdés, hogy egyáltalán hányan ülnek majd a szavazókörökben, és hol? Hát a Fidesz irányából fog ez ki, nem az ellenzék irányából, mert Igen. nekik nagyon kevés delegáltjuk van most. Hát ez az de erre majd térünk egy kicsikét vissza később. Egy, amire utaltál, hogy a szerinted mennyire általános jelenség, hogy az emberek megosztják a szavazatokat. Tudod, mint először ezt nem is tőled kérdezem a Krisztiántól, aki kevésbé ilyen... A laikus választó. Igen, igen, igen. Tehát, hogy te tényleg nem ezekkel az adatokkal kelsz és fekszel, ez esetünkben nem mondható el, de hát mindenkinek más perverzitása van. Szóval, hogy, hogy, hogy te mérlegelsz már úgy előtte, hogy akkor ezt a pártnak ezt fogom választani, de mondjuk főpolgármesternek vagy főpolgármesternek ettől ellentétesen. Persze, szerintem azért sokaknak megvan az, hogy kire akarnak szavazni. Szerintem az, hogy megosztja a szavazatát, ez inkább azoknál lesz probléma, akik nem igazán Lesznek ott képbe, vagy akkor fognak ezzel szembesülni. Én lehet, hogy egy PC-vel nem tudom, tájékozottabb választó vagyok, vagy nem tudom, megvannak az én preferenciáim, szóval valószínűleg én, hogyha úgy szavazok, akkor egy irányba fogok szavazni mindenhol. De szerintem ez nem igaz mondjuk vidéken, vagy nem tudom, olyan kisebb településeken, ahol mondjuk lehet, hogy először találkoznak az, hogy LP választás, mert igazom azon meg, hogyha nem kellett, akkor nem vettek részt. No, hát akkor helyben is vagyunk, ezt akkor Krisztián fel is konferálta helyettem. Milyen különlegességek származnak abból, hogy az Európai Parlament, illetve az önkormányzati választást egymásra csúsztatták, két teljesen különböző logikájú választásról van szó. Szerintem a választók szintjén, ezt tudom, hogy ezzel kisebbségi álláspontot képviselek, de szerintem ez akkor az zavart nem fog okozni. És ez most a kampányban is kiderült. Amikor erről először szó volt egy-másfél évvel ezelőtt, akkor az ellenzéki pártok felváltva mondták, hogy hát ez, ez így nem fog menni, ez így, ez így borzasztó, ez a két ellentétes logikájú választás, és hogy összekuszálja ez a, a választókat. Szerintem van nagyon sok problémája az ellenzéknek azzal, hogy hogyan jutass el az üzeneteit a választóihoz, de olyan sokat nem nehezített az elmúlt kampányban az a tény, hogy most egyébként két választás lesz. Az önkormányzati választáson ugye Sokat beszéltünk már ma is róla, rengeteg szavazólap van amúgy is. Tehát az, hogy van egy plusz listás szavazólap, ez olyan nagyon önmagában nem zavar meg a választót abban, hogy most akkor együttműködnek itt, meg egymás kihívói is, szerintem ezt nagyjából egészében ismerik. Eddig is volt olyan, hogy polgármestereket, közös jelölteket támogattak, a megyei közgyűlési listán, viszont önállóan indultak el. Ez igazából ez hozzá vannak szokva. Ez önmagában szerintem nem zavaró. De az a tény, hogy most két listás szavazólap is lesz, az viszont tényleg új. Tehát most bárkivel, én beszélgettem az elmúlt nem tudom egy hónapban, arra azt a kérdést teszi föl mindenki, hogy hogy szavazzak, mire szavazzak, hova kell szavazni, és általában, amikor visszakérdezek, hogy melyik szavazólapra gondolsz, akkor így meg is zavarodnak. És hát persze, hogy azon gondolkodnak, hogy ellenzéki pártok versus TISZA, mondjuk. És és vagy, jó, és akkor tudsz szóra, hogy egyébként két szavazólapot is lesz, ahol a listás, mi, melyik kettő. És hogy ez, ez, ez a belpesti értelmiség, amiről beszélünk, szerintem ennél szélesebb körben aztán végképp ez egy óriási lútri, hogy ez a két szavazólap, listás szavazólap, ez mit fog eredményezni. Látom, szkeptikus vagy. Nem, nekem az a tapasztalatom az elmúlt 30 évből, hogy a az országban nagyjából mindenki képzettebb minden területen, mint a Belpest értelműségeszt. Ja, ez, ez a része, oké, ezt értem. Zárójelbe zárva. Én nem is erre gondoltam elsősorban, és itt a Krisztiánnal készülünk, de akkor ezt most már mindjárt le is briefeljük jól, hogy zavart okoz-e, vagy sem, mert valóban a, a választók sok mindenre kondicionálva vannak most már sok választás után. Egyébként még szerintem arra is volt példa, hogy hogy több listára szavaztak, szerintem a 90-es önkormányzati választás ilyen volt. E, és ott még voltak kerületi listák is, meg volt fővárosi lista is, mármint a fővárosban. Hát jó, de ez most már tényleg 34 éve volt? E... Kevés hallgatónk lehet szerintem, aki emlékszik, hogy hogy szavazott 90-ben, és hogy ez milyen dilemmákat okozott neki. Én sem szavaztam még 90-ben, de szerintem akkor ez így volt. Sőt, hát a hazafias néfront szavazásokon sem vettem részt, mégis tudom, hogy milyen volt a rendszer, és hogy általában hogyan alakultak. De választói mit... dilemma elé téged nem állítottak. Nem. Viszont, viszont a kérdés az nem is a zavarkeltés, erre vonatkozott, hogy nem ez a legérdekesebb benne, hanem az, hogy némileg eltér a megjelenteknek a, a tömege, az egyik, illetve másik ember, nem is a tömege. mások vesznek részt részben egy önkormányzati választáson, és mások egy európai parlamenti választáson. Eleve az önkormányzati választáson magasabb szokott lenni a részvétel, mint az európai parlamenti választáson, ott szokott a legalacsonyabb lenni a választástípusok közül, mm. De vannak olyan szavazókörök, Budapesten például több is, de több nagyvárosban is, ahol magasabb az európai parlamenti választáson való részvétel, mint az önkormányzati. Ugye más érdekli az embereket de a választáshoz, hogy elvész egy választáshoz, az nagyjából azon dől el, hogy mennyire érzed ezt a sorsod szempontjából fontosnak, aki hírfogyasztó nagyban az európai parlamenti választást fontosabbnak érzi, mint az, hogy egyébként ki a, itt a, aki intézkedik a társasház ügyeiben, egy falu esetében pedig az, hogy ki a polgármester, hát ez egy nagyon meghatározó tényező. Na most viszont, hogy a részvételi görbe melyikre fog hasonlítani az önkormányzatira, vagy az európai parlamentire arra, mi készülünk, meg fogjuk-e tudni azt csinálni, Krisztián, mert létrehoztunk öt településtípus típus kategóriát. Most két éve. Az két éve, igen. És az ennek következtében egyedül az átlátszó lehetett menet közben látni, hogy település típus bontásban hogyan Alakul a részvétel éppen aktuálisan, ez mondjuk korra délutántól igazából jelentősége, mert hogy ott lehet látni, hogy akkor magasabb lesz a szám, mint korábban, De hogy a falvak, kisvárosok, középvárosok, nagyvárosok, illetve Budapest. És ebből a négy városi kategória az nagyjából ugyanaz méretben, tehát ilyen 1,3 és 1,4 millió között. Ennél valamivel több, 2 millió fölötti a falusi szavazóknak az aránya, de hát azt, a falu egyébként 5000-es határt jelent, még akkor is, ha mondjuk Őri Szentpéter 2000-valahány száz fővel városnak számít, de minden, ami 5000 alatti az, az a falu, az 5-15 ezer közötti az a kisvárosi, 15-50 között a középvárosi, 50 fölött a nagyvárosi kategóriát. Pont a 10 ezeret azt nem de húztátok de. meg határként. Nem. Jó, védhető abszolút igazából nincs akkora jelentőség hogy jött más a választás típus a részvétel az így szentjából. Ezt, amikor én kitaláltam ennek az volt az oka, hogy a 2018-as választáson volt egy ilyen közhely, hogy a Fidesz sokok számára egyébként általam sem megjósolható kétharmada, az honnan jött, és akkor egy leírták közülgatók is, hogy a kis településeken a falvakban nőtt meg. És akkor én azon gondolkodtam, hogy ezt hogyan lehet kimutatni, és akkor hoztam létre ezt a körülbelül azonos méretű település kategóriákat, és kiderült, hogy ez a topik ez nem igaz mert mindegyik település típusban nőtt a, a, a Fideszre szavazóknak a száma is. Még, Budapesten is. is. Még Budapesten is 20 ezerrel nőtt, már mint 14-hez képest. De akkor ezt megörököltetően feladatként a Krisztián innentől szipeltem tovább magam. Minden, diagramat minden diagramot ilyen Igen. szinten kell most már értelmezünk. Úgyhogy. Na, szóval hogy a kérdés az, hogy mondjuk ezeken a települési típusú bontásokban, ahol mellé rakjuk a 19-es önkormányzat és a 19-es európai parlamenti választást, hogy a különböző adatközlési időpontok, amelyek hány órások, Krisztián? 7, 9, 11, 13, 17, 18, 30. Hogy azt azt települési típusú bontásban egy ábrán majd lehet-e látni mindig, hogy akkor éppen a, a görbénk azok mondjuk a falvakba lehálnak? Lehet, lehet. Egy, egyből itt is amúgy előttem van, de itt és ugyanezt fogja majd látni, aki oda látogat. Annyi, hogy szépen át kell kattintani majd a másik típusra, de ez majd mutatja a görbét órákra. Egyébként ki kellett adatigényelnünk ebből az egyik részvételi adatot mert meg VIP, meg VIP szolgáltatásra kellett előfizetni. Az gondran. egy ügy, de az megvan, de még azon kívül még adott, mert, nem, mert nem, nem nagyon összevethetők a sok esetben a korábbi választásokkal. Melyiket kellett kiadat igényelni? Az EP-t? Azt nem tudom. Vagy a, Lehet, a az kettő közül valamaiket. Az hát. egyik letölthető igen, volt, nem a másikat meg igazán érhető el a korábbi részvétel tehát 22-es igen, de a, a napi bontást nem érhető nem el letölthető formámon. Ez egyiknél. Na, szóval ezt látni fogjuk az átlánszön szerintem, ebből nagyon sok minden következtetés már a korai délutára az egyébként levonható. Te mit tippelsz egyébként, hogy melyikre fog jobban hasonlítani, illetve még egy szempontot hadd hozzak ide, hogy a júniusi szavazás, amire azt hiszem egyetlen egyszer volt példa 34 év alatt, az, az, az mit jelent? Hát ez csak egy-két hét különbség. Tehát az, hogy május vége, vagy június eleje, szerintem ez ilyen szempontból mindegy. Igen. Vizsgai időszak. Hát, egyértelmű sták szűk rétege, de szerintem ők is azért vasárnap még ha tanulnak, és az, hogy leugorjanak szavazni, az szerintem belefér az életükbe. Szerintem ez, ez nem lesz meghatározó. Hát otthon vannak, és mondjuk nem egy másik városban tartózkodnak éppen adott esetben külföldön, én ezt nem érzem egy olyan nagyon részvételt befolyásoló tényezőnek. A sokkal-sokkal fontosabb, hogy az ellenzéki oldal az most ott olyan turbulencia van, amilyen korábban még nem volt, és szerintem ennél sokkal többet nyom be, hogy a Fidesz az most úgy fog mozgósítani, mint országgyűlési választás lenne. Ez utóbbi miatt szerintem inkább az EP-re fog talán hasonlítani a részvételi görbe, de ez most tényleg egy vaktip, lehet, hogy nem így lesz. De azt Orbán Viktor nyíltan is kimondta, én már két hónapja ez volt a gyanúm, és több helyen is mondtam, de most a békemeneten, az, sőt máshol is Orbán ezt teljesen nyíltan megfogalmazta, hogy nekik most nincs más dolguk, mint hogy a meglévő szavazóikat kézen fogják és elvigyék szavazni. Nem foglalkoznak bizonytalanokkal, ellenzékiekkel, a sajátjaikat kell elvinni. Szerintem a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az azokon a Kubatov lista néven ismert adatbázisokban. Választásra-választásra mindig kiírnak egy keretszámot a különböző választókereti elnököknek, hogy mennyit kell hozni az adott Régióban, választókerületben, települési szinten lebontva. És most ezeket a keretszámokat feltételezem, hogy sokkal magasabban állapítják meg, mint akár egy EP, akár egy önkormányzati választáson szokták, valamennyivel közelebb húzzák az országgyűléséhez. Nyilván olyan a magasabb Önkormányzati a választáson, leges, információim de információim szerint nincsen ilyen, mert egy ideje a Fidesz azt csinálja, hogy hogy ott teszteli üzemmenetben a, a saját gépezetét, hogy rásegít és olajozás nélkül, miként boldogulnak a helyiek. Aki bukik, az bukik, az legyen az ő dolga. Hát ez... Biztos volt ilyen is. De most, hogy így ez a kettő együtt van, és, és Orbán világosá tette, hogy ez most élet-halál küzdelme, én, azt, én arra számítok, hogy itt most tényleg szavazókörű szinten megvannak a keretszámok, hogy mennyit kell hozni. És a, a Fidesz már sokszor szedte össze magát. Tehát az elmúlt egy-két hónapban én sok elemzőtől is hallottam, hogy Hát a Fidesz 40 százalék alatt lesz, és itt uh, óriási bukta uh, közeledik. Hát 2018-ban is sokan ebben bíztak, nagyon gyorsan összeszedték magukat, 2022-ben is nagyon sokan ebben bíztak, nagyon, gyor nagyon gyorsan összeszedték magukat. Most is én arra számítok, hogy rendezték soraikat, és a mozgósításban nincs versenytársuk. Én 2022-ben ezt nagyon gyorsan összeszedték magukat, nem láttam 18 ban hogy igaz rám, mondasz, mert szerintem nem volt honnan összeszedni magukat. Tehát uh, én nem, nem hiszem el azokat a 21es amelyek közel hoztak egymáshoz ellenzéket, meg a Fideszt. Hát azt sosem fogjuk megtudni, nekem akkor az életszerűnek tűnt, de utána azok a kutatások mutatták is, hogy gyengül az ellenzék, már a melyik, tudom, tudom kire, és melyikre gondolsz most a nem, nem csak de, az, de, de hogy ott azért a 21 őszi állapotokhoz képest, 22. januárjára is már volt egy visszaesés, és akkor még nem volt háború, azt szerintem már mutatták a megbízhatóbb kutatások és aztán, jött én jött áprilisban, és, és ahhoz az eredményhez azért több kutató közelebb került. Még hogyha Elmondom, nem is hogy ezt mire alapozom, és hogy ez miért nagyon érdekes az a helyzet, amiben vagyunk. A Fidesz tavaly nyáron benyújtott egy választási törvénymódosítást, választási eljárás szóló törvénymódosítást, amely szerint már nem lehetett rendezni több mint egy évvel az önkormányzatok mandátumának megszüntetése vagy megszűnése előtt időközi választást. Mert ugye Ja, ezt nem is mondtuk a technikai részén, június 9-én választunk, de egyébként a most megválasztott polgármesterek és önkormányzati testületek, azok csak októberben lépnek hivatalban. Lesz egy Ebből ilyen... még lesz káosz. Lesz, az. lesz, igen. Ez egy érdekes szituáció lesz, amikor majd jön az új polgármester, és megpróbálja kiverni a Cseprűvel a régit a, a, az irodájából, aki viszont akkor azt mondja, hogy ő nem megy. Mm. És a régi polgármester meg ne isten kiköltekezik, mert hát miért is ne, ő már úgy is vesztett. Igen. Ilyen, ilyen tartok tőle, hogy sok helyen lesz. Igen. Na szóval, hogy nem lehetett már tavaly júliustól időközi választást rendezni, ez azt jelenti, hogy majdnem egy évig nem volt időközi választás az országban, ilyen nem volt még, még a COVID időszakban sem. És ez azt jelenti, hogy egy nagyon fontos támpontokat elvesztettük. Mert miközben mondjuk 21 előtt voltak már olyan mérések, hogy az ellenzék, összefogás és a többi, azért voltak időközik, amelyek hoztak olyan eredményeket, amit korábban nem 20 őszén rendeztek ugye a, a, a térségben egy időközi országgyűlési választást, amelyet először nyert meg a során 50%-nál nagyobb arányban a Fidesz. Ez számomra azért e jelezte azt, hogy a reál folyamatok máshogy alakulnak, mint a kutatásokban jelzett ilyen virtuálisak. Most ilyen, ilyen képünk nincs, és én hát az első pillanattól kezdve... 21 ugye? 21 ősz? 21 ősz. Szerintem inkább, inkább, mint 20. Most 20, 20, 20 mohács, át. akkor is, é. akkor 21 szerencs ott meg időközi polgármester választást rendeztek. Elnézést kérek, hogy a fejemben ilyen települések és időpontok összekavarodnak. De hogy szerintem ez nem véletlen, hogy egy ilyen bermuda háromszögben van bezavarva az egész magyar politika élet, és ne legyen más támpontja, mint a sokszor megkérdőjelezhető hitelességű mutatások. Na, szóval, hogy, 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 igen, ezt, ezt akartam mondani, hogy itt van egy ilyen, ilyen, ilyen köd, ami szerintem nem véletlenül lett a választás körül keltve, és amikor mondotta -e azt, hogy a, a Fidesz brutális mozgósításban van, és egy átlátszó cikre tudok utalni, ez 22 tavaszán szivárgott ki hozzánk egy borsodi, pontosabban Zempléni, a borsod 5 ötös körzetből az a táblázat, ami te Arra a... Tehát szemmel... gondolok. Így, 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 így akkor a, a, az átlátszó magát meg nem, kívánó választási szakértője. nyilatkozott Hol, arra... magára mutogat, Nyilatkozott arra, hogy ha ez így lesz, akkor brutális Fideszes eredmény lesz, győzelem lesz belőle. Hát úgy lett, és brutális Fidesz győzelem lett belőle. Igen, addigra már sejthető volt, csak sokan nem merték elhinni. Igen. Én a 18-asnál pedig arra gondoltam, amikor már Péter akkor lett ismert, akkor nyerte meg az időközi választást, és az azt követő napokban óriási zavar volt a Fidesz gépezetében, az látszott. Tehát akkor mondta Bencsik András, hogy fel kéne hagyni ezzel az elemi szintű sorosozással, és akkor írta meg Bajer Zsolt a Felült a Halott című publicisztikáját, és látszott, hogy ők akkor viszont tanulnak ebből, tehát egy hétnyi zavar után rendezték a sorai, és úgy mozgósítottak, ahogy nagyon régen nem, hát sőt, hát 2014-ben legrosszabb eredményüket érték el a ner hát nem csak ahhoz képest volt óriási eredmény a 18-as. És az ellenzék meg azt hitte, hogy na, itt a recept, nyert a márkizaj, akkor most már minden sima lesz, miközben hát közös jelöltjeik sem voltak. Hát, és ha lettek volna, sem biztos, hogy sokkal beljebb vannak. Én arra számítottam 18-ban, hogy akár 20-25 helyen eldőlhet a jobbik irányába a vidéken a verseny, a baloldal látványos harakirije után. volt egy csomó helyen, ahol itt a botka ügy után visszalép a jelölt, hirtelen kell előrángatni valakit, tök ismeretlen dékást lehívnak Pestről, és így tovább. És nem ez történt hanem valami egészen más. Viszont azt akartam tőled kérdezni, hogy ezek szerint, amire hát itt óvatosan utalgatsz, hogy egy elsőprő erejű Fidesz győzelem az nagyon benne van a pakliban. nem azt mondom, hogy elsőprő erejű, de azt, azt igen, hogy én azt érzékeltem az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy most mindenki így tűkönülve várja, hogy egy történelmi gyenge eredményt érjen el a Fidesz. És szerintem ez az, ami nem fog megtörténni. A... Egyfelől minden tudásunk, tapasztalatunk, amit egyébként már néhányszor felülírt a valóság, ezt mondatja, velem is ezt mondatná. Másfelől, Érzek valamit a gyomromban, amit az eddigi európai parlamenti választások története azért átámozt. Hogy nem volt még olyan MP-választás, ami ne hozott volna valami nagyon-nagyon jelentős meglepetést. És én, és én most minden porcikámban érzek egyet. Miközben szerintem is a papírforma nem az, ami a kutatásokban van, hanem egy papírforma, egy nagyon mozgósító Fidesz, nagyon jó eredménnyel. Más az aprók közötti mozgás, mint amit megint csak a kutatások mutattak, szerintem egy erősebb mi hazánk van, mint amit láttatni szeretnének. Nem tud teljesen kiszámíthatatlan a Tiszának a, a, a tólik határ, mert azt se tudjuk pontosan egyébként, hogy ezek honnan érkeznek, mert hát nem hagyományos... És, ez lenne, tehát hogyha most mondanom kéne valamit ilyen tippversenyben, akkor tudnék, de van bennem egy olyan érzés, hogy valamit minden felboríthat. Nézzük már végig akkor az LP választások történetét, hátra ülök, és hogy milyen meglepetéseket okoztak ezek idáig nekünk. Hát belpolitikailag mindig volt következménye, talán 14-ben nem, az egy jelentéktelenebb év volt, de 2004-ben hát senki nem számított rá, hogy néhány hónappal a választás után egy, le fog mondani egy miniszterelnök, vagy le fognak mondatni egy miniszterelnöket, ez volt akkor Megyesi Péter akkor egy ilyen történelmileg rossz eredményt ért el a szocialista párt, ami, tehát nem tudom, meg tudják-e hallgatók tippelni, akik nem tudják fejből, hogy vajon mennyire lehetett ez a borzasztó rossz eredmény egy két éve kormányzó pártnak, ami olyan kataklizmát okozott, hogy még a miniszterelnök kezét is el kellett engedni. 34. Pontosan, igen. Hát van 34 valami ilyesmi, igen. És ehhez a Fidesz fúd lett vagy magad. <laughs> szerintem meg 47. 40, 40, 47, igen. És az akkor ellenzéki Fidesz. Ez volt a messze a legjobb eredménye valaha. Mából visszanézve ez a 47 a leggyengébb EP eredményük, utána mindig 50 fölött voltak. De az a 47 akkor egy óriási előretörés volt, és a szocialisták úgy érezték, hogy úristen, már vége a világnak, és azonnal csinálni kell valamit. Egyébként valószínűleg ezt jól érezték. És ki kilenc, Tehát 9 EP képviselővel mindezt. még nem, az több volt. Nah, nem, nem úgy a... értem a, a, szoci... jö, a szociknak, persze, akkor még 24 LP képviselője volt Magyarországnak, nem 21. Még má más. Tehát volt. a megsemmisülés, az 9 LP képviselője, jelentettem, a baloldal adott esetben még kettőnek is örülhet, ha úgy alakul. Hát attól függ, most kitértettél a baloldal alatt, de hogyha a DK által vezetett lista, akkor igen, most ez a kettő tűnik a legreálisabbnak, lehet az még három, de annál alig ha több. Szóval igen, ez volt az első belpolitikai kataklizma, amit okozott egy európai parlamenti választás. Öt évvel később, ha nem is ilyen súlyút, de az, hogy a jobbik berobbant, és nem, nem is egy ilyen 5-6 százalékos eredménnyel, amire állítólag ők maguk is számítottak, hanem kapásból egy 15 százalékos eredménnyel, az akkor teljesen felborította az erőviszonyokat. De akkor a, a, Fidesz is úgy érezte, hogy hirtelen kapott egy kihívót, mert addig csak a, a, magukat amortizáló, amortizáló szocialistákkal szemben kellett csak meghatározni magukat, és érett a kétharmad amúgy is. Ha valami megijesztette őket, az az, hogy itt van egy felfelé törekvő jobbik. És egyébként itt alapult, meg egy pillanatra, ugyanazt hogy, hogy hogy hátra és hagynok ezt mesélni, de a 2009-nél szövekeink egy másodperc elég, és te emlékszel arra, hogy a Jobbikkal mi történt korábban a mérésekben? Jó, ja, senki nem lett a 15%-ot, ez mindenkit megdöbbentett. De hát, volt olyan, ami kettőt két... mért a Jobbiknak is lett belőle 15%. Hát, akkor már azért talán kettőt nem. Hát 2006-os őszi események után kezdett el a Jobbik felfutni, a Magyar Gárda 2007-ben dominált a lényegében a politikai nyilvánosságot, mindenki velük volt elfoglalva. Tisztán emlékszem az első körimérre, ami a, ami a, a politikai capitalnél körbe ment, aminek az volt a subjectje, hogy mérhető a Jobbik, akkor volt az hogy először 1%-ra valaki bemérte őket, de az öt ig szerintem viszonylag gyorsan eljutottak. Tehát az, hogy a Jobbiknak lesz mandátuma, arra azért lehetett számítani meg a választási én ismétlen, iroda... nem régen néztem, hát volt olyan kutató, melyik nem adott nekik mandátumot. És... Ja, biztos volt ilyen is, de hogy, hogy tíz fölé senki nem mérte, az, 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 teljesen egyértelmű. De ők maguk sem számítottak erre, azt a választási iroda munkatársaitól tudom, hogy a, a Novák ott ült bent, a, a, akkor még Ovinak hívták országos választási irodába, és hogy őt állítólag itt tűkönülve egy nagyon-nagyon szorított, hogy ez az 5 százalék összejöjjön, és ő maga nem hitte el, hogy ez a 15, tehát hogy teljesen hihetetlen volt ez a szám. Meg hát a képviselősök nem gondolták, hogy három képviselőt kiküldenek. Hát ez óriási megdöbbenés volt, hogy Morvai Krisztinán kívül bárkinek egyáltalán Brüsszelbe kell mennie. Tehát nem voltak fölkészülve. És hát az akkor, hát ismerjük a utána lévő történetet, hát teljesen átalakította a belpolitikai folyamatokat. 2014 azért kivétel, mert akkor mindössze 7 hét telt el az országgyűlési meg az európai parlamenti választás között. Kutyát nem érdekelte, 30%-ot se ért el a részvétel. A Fidesz sem kampányolt különösképpen, inkább a baloldalon volt egy kis helyosztó, hogy most ugye volt a nagy összefogás lista, ami 2014-ben elbukott, de utána akkor külön indultak el. A DK életében először indult el külön, az Együtt PM párba, de először indultak el önállóan, és igazából itt a szocikkal szembeni küzdelem volt a kérdés, hogy akkor ott milyen eredmény lesz, de ennek azért sok jelentősége nem volt. Annyi jelentősége volt a 11-esnek, hogy először tudtuk lemérni azt a jelenséget, hogy amikor a jobbikos szavazók számára nem egy ilyen szimbolikus jelentőségű esemény az EP választás, mint a 2009-es, tehát, hogy ott maga miatt az EP miatt kéne elmenni, az Európai Parlament miatt kéne elmenni, és nem azért, hogy a Jobbikot először megmutassák, vagy, vagy oda zördítsenek egyet a magyar politikai életnek, akkor a Jobbikosok egy jelentős része nem megy el. Tehát, hogy ott van egy jó nagy adag Jobbik szavazó, amelyik csak az LP választásra nem mozdítható meg, ezt láttuk majd a későbbiek során is. Viszont még így is először végzett, második helyen a, a jobbik. Igaz, hogy ehhez az kellett, hogy a balosok azok szétmenjenek különböző részlegekbe. Igen, ez nekik akkor egy ilyen mini siker volt, de annak igazából már nagy jelentőség az azt követő évekre nem volt. tehát semmiképp se összemérhető a 2004-es vagy a 9-es eredménnyel, amit ez hozott. És 2019 pedig azért érdekes, és ez magyarázza szerintem azt is, hogy most miért lesz most vasárnap egy napon a kettő. Mert 2019-es év az úgy nézett ki, hogy volt egy EP május végén, majd októberben egy önkormányzati, és az EP eredmények azok nagyon nagyban befolyásolták az akkor magát összekapó, vagy legalábbis összekapni látszó ellenzék Kijoldalt. Tehát előtte az LMP-ről ugyanúgy elképzelhetetlen volt, mint a jobbikról, hogy együttműködjön a többi bal-bal középpárttal, és hirtelen a 19-es EP eredmények tettek mindenkit úgymond összefogás pártivá, és lényegében másnap megindultak a tárgyalások, és ez hozta el a 19-es részleges sikereket. Hát a, a tárgyalások előtt elindultak, mert az EP választás előtt például nyilvánosságra hozták a polgármester jelöltek listáját Budapesten, amikor még nem is volt választás. De abban még az LMP meg a Jobbik nem vett részt olyan intenzíven. Nem, nem, abban egyáltalán, sőt, hát az LMP tehát, ki is Ez elő kellett előle. az, főleg, hogy Nagy. vidéken, hogy ezek együtt tudjanak működni, az az LP előtt még nem annyira volt a horizonton. Oké, okay, csak itt megint elválnak egymástól dolgok, mint hogyha a, a látszat és a valóság kettős megint itt lenne velünk, mert a 2019-es európai parlamenti választást nagyon megnyerte szintén a Fidesz. És a, az ellenzéki közvélemény azzal foglalkozott, hogy van két új feltörekvő erő, a demokratikus koalíció váratlanul kapott több mint 16%-ot. Szintén senki nem mért előre? Senki nem mért előre, így van. És a, a momentum is kapott tizet, majdnem tizet, pár tizet hiány tizet sőt, pár század hiány Pár hián század hiány, de most ezt nem akartam. pár század hiány e, És hogy ennek mindenki nagyon örült a magyar médiában, megmondó között és a többi, és mintha valahogy elfeledkeztek volna arról az 53 ról vagy 52 ról ami egyébként ott tornyosult felettük. És jöttek 19 ősze, amikor, ahogy mondod, részleges sikreket hozott az ellenzék számára a, az önkormányzati választás, de hát azokon a helyeken, talán egyedül szombot helyett leszámítva, lesz ahol az összellenzék, tehát a jobbiktól a DK-ig terjedő összellenzék, végig a NER során egyébként komoly fölényben volt. Csak nem voltak közös jelöltjeik. Meg nem is lehett, láthatóvá vált hinta. Meg nem is lehettek közös jelölteik, mert egy lélektani folyamatnak át kell mennie. Tehát 2014-ben lett volna jobbik MSP. E, persze az közös jelölt az ország szóval, szóval, nulla, nulla, szavazatot kap, mert se az MSP s nem szavaz rá, se a jobbikos. Tehát ez Igen. a ide kettőt elriasztja a másik. Tehát ennek következtében azokon a helyeken, ahol ez az összeellenzéki fölény megvolt, ott sikerült ezeket a pozíciókat besöpörni, főleg a borkai botrány politik polarizáló hatása mellett. De mintha megint csak elfeledkezett volna mindenki arról, hogy egyébként a választást megnyerte a Fidesz. 20 megyei listából behúzott 20 -at. Mármint 19-ből 19-et, úgy értem. Hát igen, 19-ből 19 et <laughs> Akkor bocsánat, meg. a 20-at nem. Akkor még nem, nem főváros volt fővárosban is. Igen, nem volt főváros, nem 19 Ez most is így Tehát ez már 14-ben is, ez mindig ez már jó ideje így van. <laughs> és hogy az előbb említett ilyen adatok alapján, hogy hogyan próbáltam kiszámolni, hogy ki mennyit kapott egy választáson, azért világosan kijött, hogy még 14-hez képest még erősödött is a Fidesz. Abszolút, abszolút, de olyan kerületekben is, ha darabszámra nézzük meg, hogy hányan mentek el, mint a budapesti 13. kerület. Tehát az egy mitosz, hogy a Fidesz lemond bármiről is. Azt tudták, hogy Tóth Józsefet nem fogják megverni 19 őszén sem, de nagyon nem volt mindegy, hogy még behúznak-e ott több pár száz szavazatot, vagy nem. Már csak azért is, mert ott akkor még még szavazatok is voltak. Jó, a, a, így van, ok, de mindez azt jelenti, hogy minthogyha a te szakmádat az ellenzéki stratégiaalkotók nem vennék figyelembe, mert hogy egy látszatra, egy hangulatra és nem a számukra alapízták a stratégiájukat. Mert ebből világosra kellett volna lenni, hogy pusztán összefogással itt nem lehet sikert elérni hát az akkori tanulmányunkban, hogy ez nagyon részletesen benne van, megye jogú városra, budapesti kerületre lebontva, hogy a Fidesz lényegében mindenhol erősödött, 14-hez, 18-hoz, sőt még 19-es LP-hez képest is az önkormányzati választáson. De ez szerintem az volt annak a tanulmánynak a címe, hogy hát valami olyasmi, hogy megtört a Fidesz legyőzhetetlenségebe tehát mítosz, vagy valami olyasmit nem tudom szó szerint idézni. És szerintem egyébként ez most nem az ellenzék vagy, a, vagy, vagy a, az olvasóknak a védelmében mondom ezt, de szerintem ez tényleg fontosabb, mint a matek. Tehát rólam sokan feltételezik, hogy én itt elveszek elveszek az Excel táblázatokba, is kiselátok belőle, de szerintem tényleg sokkal fontosabb, hogy mi egy választási eredmény percepciója, mint az, hogy egyébként a számok mit mondanak. Milyen tekintetben? Tehát ha az ember kampánystratéga, és mondjuk mobilizálnia kellene a következő választáson, az lesz szíves a táblázatokkal foglalkozni. De a politikai hangulat szempontjából a 19 ősz az tényleg akkor sokkal ígéretesebbnek tűnt, mint amit aztán kihoztak belőle, de az azt követő néhány évnek az adta meg az alapját, hogy egy általán elhitték a pártok, hogy együttműködéssel a Fidesz talán leváltható, hogy muszáj szóba állni egymással, meg kell csinálni az előválasztást. Az a sokat előválasztás szerintem még mából visszatekintve is sikertörténet, csak aztán, ami utána következett, onnantól kezdve, hogy megvolt az eredmény, és eljutunk áprilisig, hát az már, az már egy egészen más folyamat, és abban most nyilván nem akarunk bele, belemenni. De a 19 ne, ne, ne októberi... ne bele, mert akkor itt ülni a de, de, de a 19 minden minden október mással. az, az szerintem mindenképpen egy olyan lélektani alapot adott, és ez tényleg túlmutat a konkrét számokon, ami akár tényleg egy felíveléshez is vezethetett volna, és a meggyőződésem szerint egy ideig tényleg tartott is ez a felívelés, csak aztán egy óriási lecsapódás következett 21 végével. Jó, belpolitikáról beszéltünk idáig, aztán majd visszatérhetünk még erre, erre, mert itt vannak akkor elvarratlan szálok, lesz is mondani való, de hát azért mégiscsak európai választás van, elven európai polgárok vagyunk, és elven európai ügyekről fognak vitázni azok a megválasztott képviselők, akik bejutnak az európai parlamentbe. Mi próbáltunk csinálni olyan táblázatokat, meg írni olyan szövegeket, amelyek ennek az választásnak az európai aspektusával foglalkozik. Krisztián, te magad számára mi volt érdekes, amikor akár az európai térképen helyezted el, hogy mikor melyik párcsaládhoz tartozó pártok nyernek egy országon, vagy nézted a parlamenti patkót, vagy éppen töltögetted azt, hogy a különböző nemzeti választások milyen eredményt hoztak, és milyen pártokat volt, ami számodra ilyen szembetűnően érdekes volt. Főleg az, hogy a 19-es eredményekhez képest most, aki a 24-ben indult, olyan pártok jelentek meg, és olyan a közvéleménykutatások alapján olyan támogatatsággal, hogy tényleg így nézek, és ahogy te is állandóan mondod, hogy ezek inkább jobb oldalról jönnek. Számomra ez, ez ami így egy nagyon-nagyon meglepő dolog, hogy valószínűleg a kettő nem igazán lesz összehasonlítható. Annyi minden történt öt év alatt ezek szerint, hogy Tehát én, én 19-ben még éppen, hogy, épp, éppen, hogy a, az egyetem első évében voltam. Tehát nagyon a választással nem nagyon is foglalkoztam, de hogy így, ami, ami így utólag kiderült, de ez, hogy teljesen átalakultak így az erőviszonyok az elmúlt ha a hodiba politikai élet annyira nem is izgalmas mostanság, így már 15 éve, de amit a Krisztián említ, az, az, szerintem az tök jó, és nagyon tök jó, hogy szóba hozza, mert, mert legalább az európai, bár egyébként ez most szerintem megjelenik egy kicsit nálunk is, azért tartók a izgalmakat. Tehát tényleg arról van szó, hogy a korábbi nagy, hagyományos 2 plusz 1, 2 plusz 2-es pártrendszerek helyett egy ilyen csiricsári, nagyon mozgó, folyamatosan változásban lévő helyzethez kéne hozzászoknunk, ahol vannak olyan párt, amelyek négy hónapra tűnnek fel, de adott esetben mondjuk miniszterelnököt is adnak, mondjuk Szlovákiában a Matovics féle szervezet, amely pont négy hónapig volt a legnépszerűbb, pont közbe esett egy választás. De az is, hogy mondjuk, amiről Krisztián utol szintén, hogy, hogy milyen változás történik, hogy a, ki arra, hogy 2019-ben a Szálvini féle liga megnyeri az EP választást Olaszországban nagyon, bejut ilyen hat valamennyivel a, az Olaszország fivérei, és most 2024-ben csak a kettő. Igen. Szóval, hogy ez számodra ez a helyzet, amit a Krisztián itt szóba hozott, mit, mit, mit jelent, vagy mit ígér, vagy? Hát nagyon sok aspektusa van ennek. Nyilván Magyarországról tekintve az tűnik nekünk is egy ilyen kulcsfontosságú Momentumnak, hogy a, hogy a Fidesz számára ez az egész mit jelent, és hogy Orbán Viktornak az európai befolyása az mennyire képes ezzel nőni vagy csökkenni, óriási magasra tette a tétet. Tehát lényegében ezzel foglaljuk el Brüsszelt szöveg, ez arra utal, hogy a jelenlegi ICR és az ID frakciók által le, lefedett, meg még néhány független által lefedett minimum euroszkeptikusnak, sokak szerint inkább szélső mondható pártok, ezek vajon ha többségben nem is, de annak közelébe tudnának-e kerülni. Az európai néppárttal együtt már azért tudnának. Sőt, az már igazából a jelenlegi kutatás szerint is úgy már megvan a többség, ha a függetleneket is hozzá számítjuk. De az európai parlamentet nem úgy kell elképzelni, mint a, mint a, nemzeti parlamenteket. Ott nincs olyan frakciófegyelem, ott, ott nincsen az, hogy mindenki egy irányba szavaz minden egyes, minden egyes ügyben ott azért sokkal szabadabb a mandátum, és nagyon gyakran megosztottak ezek a, ezek a, frakciók. Tehát amikor így le van egyszerűsítve az egész Európai Parlament működése, hogy itt most kinek van többsége, vagy ki fog úgynevezett korm úgy fog, úgymond kormányozni, amit nem is értelmezhető az európai rettentően széttagolt döntéshozatali mechanizmusban, az egy tévedés, de hát abban biztosak lehetünk, hogy, hogy bármi is lesz az eredmény, ezt a magyar Orbáni kommunikációs gépezet ezt úgy fogja tálalni, hogy sikert értek el. És abban az értelemben biztos, hogy így lesz, hogy erősebbek lesznek ezek az új hullámos aeroszkeptikus pártok, mint voltak az elmúlt öt évben. Az biztos, hogy erősebbek lesznek. De olyan meghatározó előretörésre egyelőre nincsen jel, hogy ők fújnák mostantól kezdve a passzát szeletre. Erre szerintem tényleg felesleges számítani, csak hát a magyar választóktól ez annyira messze van, és csak azt fogják hallani, ahogy ezt a, ahogy ezt a Fidesz lefordítja majd az ő nyelvükre, hogy, hogy úgy tűnhet, mintha már elfoglalták volna Brüsszelt. Már amelyik azért meglepő érdeklődést tudnak mutatni magyar választópolgárok meg lehetősen távoli események iránt is. Látom saját olvasóim, hogy milyen perifériális írés és, máltai cikkeket küldenek, amik nem tudom, miket bogozgatnak. De egyébként, amit most elmondtál, én mondom azt, amit előtte te mondtál nekem, hogy szerintem itt a hangulat fontosabb, mint a számok maguk. A Erről írtam a múlt héten cikket, amit most te mondasz, és az körülbelül itt ér véget, hogy nem is az a lényeg, hogy mi lesz az Európai Parlamentben, mert hát a, a nagyon bonyolult döntéshozatali mechanizmusban az Európai Parlament az csupán egyetlen tényező, de hogy mondjuk a különböző képviselőcsoportok között ez milyen dinamikát okoz, és hogy ez az anyagpártokra miként hat. Egészen konkrétan arra gondolok, hogy ha van egy jobboldali új hullám Európában, az szerintem át fogja alakítani a mainstream konzervatív pártokat. Tehát annak a kihívásnak valahogy valamilyen módon meg kell felelniük. Hát igen, de ennek az is feltétele, ami már látszik, hogy először ezek a szélsőséges pártok pacifikálódnak valamennyire. Tehát amikor Giorgio Meloni elindult, és Orbán azt gondolta, hogy hogy megnyeri a választást, aminek most már kb. másfél éve, akkor ő egyértelműen azt gondolta, hogy na akkor itt van egy óriási, erős szövetséges egy nagy akinek a vállán ő maga is nagyon meg fog tudni erősödni, aztán jött a háború, és hát hát finoman szóval nem azon az állásponton van Georgia Meloni, mint amin Orbán Viktor. Most kitették az AFD-t az ID-ből, és úgy néz ki, hogy a, az ID frakció az lényegében Marine Le Pen alapítású, és ott ő a legdominánsabb pártot képviselő politikus. Ő, most már egyértelműen kinyújtotta a kezét Georgia Meloni felé. Tehát ahhoz, hogy ez a két frakció, ez tudjon, ha hát nem is feltétlenül egyesülni, vagy valami újat létrehozni, de egyáltalán az erőiket egyesíteni, annak az a feltétele, hogy sok tekintetben nekik nem szélsőségesebbeknek, hanem mainstream ebbé kell válniuk és így már valószínűleg szalonképesebbek lesznek az Európai Néppárt számára is. Hogyha ez nem történik meg, akkor ugyanen elszigeteltek maradnak, mint eddig. Orbán Viktor a legkevésbé sem akar a közép felé mozdulni, ő abszolút a szél felé halad még mindig. Nem minden tekintetben igaz ez természetesen, tehát nem véletlenül van ott egy darab kdnp s képviselő még mindig az Európai Néppárba, és igyekeznek megtartani a jó kapcsolatot mind a néppárttal, mind a német CDU-CSU-val már, amennyire ez még lehetséges, de ott még nem akarnak minden szállat elvágni. Tehát az AFD-vel való nyílt együttműködés az ezért nem történik meg, mert szíve, lelke szerint szerintem Orbán Viktor arra felé gravitálna, csak azt egyszerűen nem engedheti meg magának, hogyha még bármilyen jó viszonyt igyekszik fenntartani a, a mainstream német politikával. Um, hadd mondjak valamit nektek, aztán nem tudom, kinek erről A mindenképpen, hogy a, amit változásként érzékelünk, hogy amit a Krisztián mondjuk itt előbb szóvá tett, hogy azt lát, hogy öt év alatt milyen nagy változások zajlottak le, ezek egyre inkább úgy látom, hogy korábban megtörténtek már igazából, csak egyszerűen kifejeződni nem tudtak formális szavazás módon. És akkor itt felveszem azt a fonalat, amit te eljeltettél még az Európai Parlament lehetséges erőviszonyok taglalása előtt az előválasztás, mint, mint sikertörténet. Egyébként szerintem is az előválasztás az egy jó, jó politikai termék. Nem vagyok róla meggyőződés, az ellenzék jól használtam de önmagában ez egy jó, jó, termék volt. Csak az előválasztás hozott valami olyan eredményt, amit az ellenzék nem értett volna meg. Hogy már az előválasztás pillanatában tulajdonképpen az ellenzéki szavazók lélekben leváltották a hivatalos ellenzéket. Ezt amennyire tudták, amennyire engedte ez a keret, ezt megpróbálták tudomására is hozni a saját pártjaiknak, amelyik ezekből ezek szint nem értett meg semmit és aztán későbbre halasztódik az, hogy ez a politikában is látszódjon, szerintem ezt látjuk most, hogy, hogy már régen bedölt igazából, de még, még van a forma, még tartják magukat a pillérek, a paravánok, és aztán az, az dől össze. Most Magyarországra gondolsz újra. De most Magyarországról beszéltem, de szerintem ez igaz, Gert Wilder szabadságpártyára, amit egyszer már temettek, csak hogy ott volt, ugye nem az történt, hogy a húzták ki a szőnyeget, hanem egy másik holland radikális jobboldali párthoz mentek, a akkor ott szavazók, és megerősödve került ki ebből az egész viszonyból, ő is megnyerte a holland választást tavaly, hogy sok minden zajlik a felszín alatt, el is dőlnek dolgok, csak a felszín felett egyszerűen hirtelen jelenik meg valamikor később ha jól értem, amit mondasz, szerintem ez valószínűleg mindig így volt, csak egyszerűen nincs minden a választás, sőt, minden évben sincs. Ez a természetes módja, hogy egyszerűen nem tud kifejeződni ez ciklus közben. Persze meg tudnak jelenni új pártok, ezeket mérik valamennyire, de ezeket az újdonsült pártokat tényleg nagyon nehéz mérni, mert a, önk a választók még nem feltétlenül döntik el, hogy egyáltalán mit csinálnának, amikor még nincs is belátható határon belül az, hogy egyáltalán választaniuk kelljen hogyha az van, hogy néhány hónapon belül választás van, akkor már azért a zene aktívabban elkezdenek gondolkodni. Hát 22-ben Magyarországon tényleg összeomlott az a, 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 létező ellenzék, de a mandátumuk az egyébként meg lesz 2026-ig, tehát most bármennyire is olyan eredményre számítunk, ami hát legalább egy-kettő, de még az is lehet, hogy három-négy-öt parlamenti pártot teljesen maga alá fog temetni. Ettől még ezek a pártok itt lesznek velünk 2026-ig, mindannyian, mert egyszerűen az, hogy parlamenti frakciójuk van, ez annyi érdeket tart fenn, hogy, hogy ők nem, fognak, nem fogják azt mondani június 10-én, hogy köszönjük a... És valahogy működni fog, De és a, a helyzetre. Azt próbáltam körülbelül, egy ilyen veszőparipám, hogy a gondolkodásunk némileg ilyen statikus, miközben a dolgok azok dinamikusak, azok folynak, és a szereplők reagálnak a helyzetekre, és ezt nagyon sokszor nem veszük észre, mert sémákban gondolkodunk. Azért jutott eszem, hogy visszatérek egy kicsikét Magyarországra és az előválasztásra, és az, az, hogy később jelennek meg a dolgok a politika felszínén, mint ahogy a mélyben már korábban megtörténtek, mert hogy az Európai Néppárt és a Fidesz, illetve a radikálisok viszonyát fejtegetted, nem is arra gondolok, hogy az Európai Néppárt hirtelenjében megváltozik, és más lesz, hanem van egy csomó középkáderük, fiatal politikusok és a többiek, akik otthon nem látjuk ma a pártunk, mert ott ülnek valami, nem tudom, madridi kerületi városi testületben és a többiben, de az elkezdnek itekszteni az, amit a Vox mond, vagy, vagy ő valamilyen következtetést levon abban, ami az Európai Parlament. És egyszer csak azt látjuk, hogy amit idáig nem látunk, hogy jön egy tisztújítás, jön egy valami más, és akkor gyakorlatilag, ami évekkel ezelőtt már mondom, a mélyben lezajlott, az hirtelen teljes pompájában akkor jelenik meg. teljesen egyetértek, ez, ez biztos, hogy így zajlik, és ennek a nagyon nagy részét soha nem fogjuk élő egyenes adásba látni. Csak az, azt mondom, hogy ebben, az abban az értelemben ez szerintem nem újdonság, hogy ez szerintem is így volt, csak ma sokkal több tartalmat fogyasztunk, talán többet látunk ebből, mint, ami, mint amennyit korábban. De mondjuk, nem tudom, ha nem is olyan sokkal régebbre, csak, csak egy évtizedre megyünk vissza a Macron feltörekvését, azt szintén nem nagyon láttuk előre, hogy hogy ennyire át lehet rendezni egy szintén nagyon bebetonozott politikai berendezkedést, és ott is volt ez a váltógazdaság már mióta, és kép, el sem lehetett képzelni, hogy ebből ki lehet törni. Hát most, ha megmutatnák, nem tudom, mit a francia pártrendszert, hát elég erőteljesen rácsodálkozna, hogy ez néhány évtized alatt ezekkorát tud változni. Szóval szerintem nem az utóbbi éveknek a, a sajátja, hogy, hogy, hogy mindig változik valami a mélyben, és csak ritkán látjuk ezt megnyilvánulni. Ez, ez szerintem mindig így volt, lehet, hogy picit gyorsabban zajlik, mint korábban. No, Krisztián, van -e még neked számunkra vagy a hallgatók számára valami ajánlatod vasárnapra? Kövessék az átláncot. Egész nap élőben próbáljuk meg közvetíteni majd hát mindent igazából, ami, ami, amiről itt szó volt részvételtől kezdve, ami igazából a napnak a nagyját fogja lesedni, egész az eredményekig, ami meg hát az esténket fogja majd így remélhetőleg az éjfélre már fogunk tudni valami konkrétet is mondani. Az, az EP ről legalábbis, hát az önkormányzati már azért olyan 7 óra, 8 óra környékén lesz, lesz egy képünk. De ezt próbálunk azért majd valami közvetítést is csinálni, bejelentkezünk óránként, két óránként, hogy éppen így állunk részvételben, éppen így állunk eredményben, ezt, ezt lehet leszűrni már most, így az első számokból. Ezek, ezekkel készülünk, és ezeket szeretnénk majd, hogyha minél többen látnák majd. Rubi? Nekünk is lesznek ilyen részvételi adatok, de nem ilyen mélységében, mint nektek, úgyhogy valószínűleg a napközben inkább a, a tietek lesz az informatívabb. A, még 7 óra előtt Molnár Csaba kollégám a Partizánban lesz látható, én pedig 7 órától az RTL-ben fogok ülni, úgyhogy majd ott fogjuk elemezni az eseményeket. Hát köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. László Robert a Political capital, választási szakértői e, volt a vendégünk, és Szabó Krisztián munkatársunk, aki az adatvizualizációért fel az átlátszónál volt. A másik beszélgető én pedig Hont András voltam.